például hogyan fogod elolvatni magistrát, hogy már az nagyobb számít. Most vissza-vissza rángatni, ugye, és így össze, tehát akkor azt tanulja meg, hogy azt csinálja, érted? Tehát első lépés kiveszed a karámból, már úgy tudod figyelni, hogy akkor te most itt ülsz, és te mondod meg neki, hova lépni. Nem ő megy mindenfelé, amire csak elvinni. De első minden lépés számít, hogy most én azt akarom, hogy te például kihozod az istállóból, ahogyan hozod ki, ő nem siet előre, nem engeded meg neki, hogy ő előre legyen, én vagyok itt, te vagy mellettem, te szabod a szabályokat most akkor. Mint a szülő a gyerekével, hogy annak is ugyanél. De nem a mai gyerekek. Azokkal is működik itt, de csak gyakorolni kell. Sokat. Szóval igen, például van annyian videót, mint a Borvik Silernek, van egy ilyen videó, hogy hogyan vegyen ki, pont erről kis tálunk van, a pukkot, azt a lovat, ami semmit nem tud, és teljesen, mintha az ember ott se volna, így mászik rá, megy, ver le, és akkor mit kell akkor csinálni, nagyon hasznos tudja, hát meg kell, amit úgy veszik ki, tehát 15 percre telik, ami kivesz a lovat, az is tálunk van. Nem az, hogy kirohanunk, mindenre odafigyelünk. Nem, mi odafigyelünk, sőt, azt mondják, hogy ilyen sok időt töltjük a takarításával. Nem odafigyelek, nem akarom összetadni, mert az is egy alap. A takarítás idő, mert egy másik téma kezdődik. Na, most mit csináljuk? Vagy most egy kicsit lehetünk kapni. Nem lehet egy kicsit, ha elengeded, akkor ha elengedjük, akkor most fog szaladjon. Vagy itt most elnézhet, vagy itt szépen össze-vissza rúgja a helyet. Tehát a két verzió. Köszönöm az elmény. Tudod mit? Elengedjük, és már is gyakorolhatjuk vele azt, hogy kicsit hagyjuk, 5 percig, és utána megyünk, hogy megfogjuk. Jó. És lássuk, hogy azt tudod azt a játékot, hogy hogyan kell megfogjuk? Nem. Köszönöm, hogy megnéztétek!